Bencsik Bandi, a Hír TV pufajkása, a narancskárosult komcsi szektatag, az egyik műsorban a budapestieket leidiótázta. Hát milyen fantasztikus kampányfogás! Hát így akar fővárosi szavazatokat gyűjteni Kaszinóné Szent Királyi Alexandrának, aki úgy kampányol Karácsony Gergely ellen, hogy Kőbányán az elburjánzott gaz miatt nekiállt füvet kaszálni. Csóri narancskárosult Szandi, hát nem szóltak neki, hogy Kőbányán fideszes a polgármester? De kaszálj csak, Szandi, az úgyis jó megy neked. A pártoddal már régóta ezt csináljátok. Hát de várjál, Bencsik Bandi nem álltám meg a budapestiek leidiótázásánál. Magyar Péterről is kifejtette véleményét. Azt mondta, hogy Magyar Péter egy ócska szar. Azért magvas gondolatok ezek attól a Bencsik Banditól, aki már évtizedek óta nem más, mint egy Orbán farszőrén görcsösen kapaszkodó kis bolha, aki ezekkel a kijelentéseivel néha megcsípi a gazdatestet, ezzel is jelezve, hogy ha-hó, én is itt vagyok, most is jó megmondtam, ugye gazdám? Adják közpénzt! Csóri bajszos agyhalott Bencsik Bandi. Teljesen elbutult a sok narancstól. Választási program és érvek hiány marad az emberek sértegetése és a szardobálás. És ezek képviselik a keresztény polgári, jobboldali értelmiséget. Bravo, hajrá! Hát übörög a kampány. Mindenki készül a júniusi önkormányzati és EP választásokra. Amíg Magyar Péter járja az országot, és nagy tereken, nagy tömegek előtt kampányol, addig a mi kis felcsuti szotyiköpőnk, Don Corleone, a nyilvánosság teljes kizárásával, titokban pár bértapsoló előtt bohóckodik az Ibolya presszóban. Hát mondjuk a helyszínválasztás tökéletes. Ezt az embert úgyis csak részegen lehet elviselni. Legutóbb pedig egy erdőbe látogatott el kampányolni a narancs statisztáknak, amiről született is pár szürreális fotó. Oda nézzé, milyen kis csinos a mi kis kisses brigádvezetőnk. Pufajkás mellény föl, túra indul. Hát de mi ez a helyszín? Lomtalanítás volt a Gráci Diliház kertjében. Ez van, ahol feltűnik ez az ember, ott mindig eltűnnek dolgok. Úgy látom, az ajtó sem úszta meg. Ellopta. A felcsuti kleptomán dolgozik. Jaj, újabb siker! Amíg a felcsuti Ceausescu a magyar gazdaság szárnyalásáról halucinál, addig az Eurostat legfrissebb adatai szerint Romániában már magasabbak lettek a fizetések, mint Magyarországon. Elértük, hogy végre a magyaroknak nem kell kivándorolniuk a hanyatló nyugatra, hogy boldogulni tudjanak. Most már mehetnek keletre is, a szomszédos Romániába. Hát mi ez, ha nem siker? Kérdezem én. Jó, mondjuk nem volt nehéz minket lekörözni a Romániának. Ugyanis ott nincs Magyar Péter, nincs Gyurcsány, és nincs háború sem. Hát így könnyű. Jaj, mennyi izgalom, mennyi dráma! Nyilvánosságra hozták azt a 2020-as rendőri jelentést, amiből megismerhetjük egy családi veszekedés részleteit, ami Magyar Péter és Rogán Antal avatarja, azaz Varga Judit között zajlott. Azért nem semmi, hogy egy ilyen bóvli, átlátszó, helyenként hamiskásnak tűnő, tónika showba illő forgatókönyvvel próbálják lejáratni Magyar Pétert. Persze örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük, hogy meg annyi áldozatos munka árán ilyen részletesen bemutatták nekünk ezt a nagyon komoly ügyet, és nyilvánosságra hozták a dokumentumokat. Csak így tovább! Hasonlóan részletes betekintést szeretnénk nyerni az ügynökaktákba, a Shadow-Völner ügybe, de a kegyelmi üggyel kapcsolatban is szeretnénk kérni a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát. De ezeket aztán várhatjuk. Vajon miért? Mert mindegyikben nyakig benne vagyok. Találkozzunk az önálló estjeimen, ahol nem csak politikai humor, hanem celebparódiák és mindenféle történetek lesznek. Mondom, hogy hol léphetek fel. Egerben, Pápán, Miskolcon, Törökszentmiklóson, Nagykanizsán, Debrecenben, Győrben, Pécsen, Békéscsabán, Gyulán, Százhalombattán, Gyöngyösön, Csongrádon, Szegeden, Esztergomban, Kaposváron és Budapesten. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!